Így nézett ki még február közepén Kertváros egyik dühöngője, most áprilisra pedig egy új görkor is deszkás pálya lett belőle. Nem profi célhoz született ez a pálya, tehát nem is az volt a célunk, hogy ide majd az extrém sportolók jönnek, és akkor nézik a naplementét, hanem mi tényleg az itt élő fiataloknak, gyerekeknek, akár idősebbeknek is készítettük ezt a pályát, hogy legyen egy közösségi helyszín. Az ugratókkal és új aszfalttal ellátott pályát pénteken adták át. A fiatalok ingyenesen használhatják. Az egyesület a későbbiekben is szeretné fejleszteni a közösségi területet.